Azt gondolom, hogy a halásztelki lakosok is, mint minden településen, azt szeretnék, hogy minél gyorsabban történjenek fejlesztések, minél több minden valósuljon meg, és bizony örülhetnek, hiszen itt halásztelken valóban az elmúlt időszakban is, és hogyha előre nézünk a nyárra is, folyamatosan van felújítás, folyamatosan van fejlesztés, illetve pályázatokat is beadtak, aminek még várják az eredményét. Mi az, amire számítanak? Amióta elkezdtük ezt a ciklust, azóta folyamatosan azzal foglalkozunk, hogy a számunkra elérhető pályázatokon olyan anyagot adjunk be, ami az elbírálásnál pozitív lehet. Tehát most is futnak olyan pályázataink, amiben reménykedünk, hogy eredményes lesz, ugyanakkor viszont a Európában várható pénztelenség energiaárak növekedésére, a alapanyagok árának a növekedésére gondolva egy kicsit nehéz úgy tervezni, hogy most eredményeket fogunk elérni. Jelen pillanatban folyik az Ilona utca, körülbelül a felének a felújítása szélkővel majd kap egy teljesen új burkolatot. Ennek a útnak a másik felére, tehát majdnem a gátig tartó részére szintén benyújtottunk egy pályázatot, ott még nem hirdettek eredményt. Az Akácos útnak a megépítése, ami eddig egy földút volt a nagy részén, az hamarosan kezdődik, ma volt a munkaterülettel kapcsolatos ilyen átadási megbeszélés. Ezen kívül, ami a legszükségesebb lenne a városnak, mivel nincs orvosi rendelünk, folyamatban van egy pályázatunk, ami egy egészségházról szólna. Ez nagyon-nagyon fontos lenne számunkra, csak ugye a kiírt pályázati összeg is, nem tudjuk, hogy már elég lesz erre a egész épületnek a megépítésére és berendezésére, mert hiszen itt nem csak arról van szó, hogy egy épületet fölépítünk, hanem oda megfelelő körülményeket majd az orvosok számára biztosítanunk kell. Előkészítjük azokat a pályázatokat, amin szeretnénk indulni. Ez elég sok munka egyébként, tehát gyakran hónapokig tart ezeknek a pályázatoknak az előkészítése, tervezés. Ugye földterület nélkül vettük át a várost, és hát arról már többször beszéltünk, hogy nyertünk egy bölcsőde építéséhez pályázatot, ott is csak a területnek a rendezése és a területnek a megvásárlásáig, hogy eljussunk, annak ellenére, hogy előszerződéseink vannak, tehát már a kialkudott vételár stb. Nem fog változni. Ennek ellenére több hónapja megy földhivatali területmódosítás, területmegosztás, akkor utána majd a területnek a kivétele, belterületbe vonása fog lezajlani. Közben ugye biztosítanunk kellett azt is, hogy a Halásztelek városnak a csatorna kapacitása az már jelentősen meghaladta a lehetőségeinket, tehát most már mínusz 355 köbméter per nap kapacitással haladjuk meg azt, amire jogosultak vagyunk. Ez mind olyan, hogy folyamatos munkát igényel, tehát a tököli szennyvíztisztítónak a bővítésével is foglalkozunk. Természetesen a Gesztor önkormányzat Tököl az, aki a munkáknak a nagy részét végzi, de ugyanakkor nekünk is a számunkra fontos dolgokról össze kell állítanunk egy ilyen projekttervet, egy leírást, ami megfelelő módon fogja tudni indokolni azt, hogy miért is szeretnénk nagyobb szennyvíz kapacitáshoz jutni. És a rendszernek a sérülékenységét megmutatta most az a viszonylag gyors lefutású és nem túl tragikusnak tűnő zivatar, amin 10-15 perc alatt leszakadt 5 cm, tehát körülbelül 50 mm eső, majd a következő napon még esett körülbelül 30, és ez a két ilyen nyári, erős nyári zápor gyakorlatilag megmutatta azt is, hogy még mindig rengetegen engedik az esővízüket a háztetőről be a csatornába, ami így első körben nem tűnik egy ilyen rettenetes problémának, de viszont, hogyha azt veszük, hogy a mélyebben fekvő ingatlanokat meg a csatornából kifolyó csatorna és esővíz keveréke, akkor ez egy ténylegesen egy nagyon súlyos dolognak tűnik. Hát most az elmúlt eset kapcsán megpróbáltuk most már a parlament felé is jelezni, hogy itt szükség lenne egy olyan törvényi változásra, amelyik akár bűncselekménnyé is nyilvánítaná, mert amit a fővárosi vízművek
elmondott. Ez gyakorlatilag pont ugyanolyan bűncselekménynek számít az, hogy nem odavaló víz kerül be a csatornába, mint hogyha az áramot lopnánk az óra kikerülésével, vagy a gázórát kötnénk át. És ez ráadásul nem csak ennek a cégnek okoz károkat, hanem szomszédoknak, vagy az utcában másutt élő embereknek, tehát akik alacsonyabb pontokon vannak. Ezt is folyamatában figyeljük azt, hogy hol vannak ilyen csapadék problémás helyek. Ahogy lehetőségeink engedik, elkezdtünk ilyen nagyobb szikkasztó árkoknak az elkészítését, ami ugye azt jelenti, hogy viszonylag mély árkot ásunk, de ezt geotextilbe csomagolt kuljekavicssal visszatemetjük, hogy ugye az se forduljon elő, hogy valaki belezuhan egy másfél vagy két méteres gödörbe. Hát ezt sajnos így menet közben tapasztaljuk azt, hogy hol vannak ilyen problémák. Azok, amit beterveztünk az idei évre, azok pedig folyamatban vannak, tehát vannak milyen útalap stabilizáció, amit majd emúzióval megpróbálunk felület zárni, tehát hasonló lesz az útminőség, mintha épített útról lenne szó, de ennek ellenére ez egy jóval költséghatékonyabb technológia. Amennyiben marad még további forrásunk, akkor olyan utcákra is szeretnénk hasonló megoldással komfortosabb körülményeket teremteni, ami az idei tervben még nincs benne.